Most jöttek meg Emmáék. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a májusi összegzésem lesz. Májusban már több könyv belefért, 6 könyvet fejeztem be májusban, úgyhogy nézzük. Kezdem azzal, amit nem tudok mutatni, mert szerintem abból csak ez az egy van, amire gondolok, remélhetőleg. Igen, ami pedig Christina Laurent-től volt a The Soulmate Equation. Ugye előtte hónapban, áprilisban olvastam a Nem mézes heteket, és Andi mondta, hogy ha a Nem mézes hetek tetszett, akkor olvassam el a Soulmate Equation-t is, mert az is olyan, hogy van benne hálószoba jelenet, de nem úgy van kidolgozva, mint egyes más típusú könyvekben, hanem úgy hasonlóan, mint a Nem mézes hetekben, amiben pont így elegendő mennyiség volt, és így nem tudtam panaszkodni a szex mennyiség miatt, hogy sok. Abban a könyvben az igazából az történet, hogy van egy ilyen randi applikáció, ami DNS alapján teszi össze a párokat, ami egy tök érdekes koncepció, és tetszett. És így jön végül is, így kerül egymáshoz közel a két főszereplő, mert hogy a randi app feltalálója és a főszereplő hölgyünk 98%-os egyezéssel kerül be, és akkor kipróbálják, hogy ez működhet-e. Természetesen az elején annyira nem szimpatizálnak egymással, mert a csávónak volt egy-két bunkóhúzása. Amit őszintén én a vége felé se éreztem, hogy miért volt, nem nekem megmagyarázva, hogy ez úgy miért volt akkor éppen bunkó, utána meg már ugye nem volt az, szóval az ott egy kicsit ilyen furcsa volt, de egyébként egy tök jó könyv volt, úgyhogy tök jó ajánlás volt Andi részéről is, és valóban ebben is a szex jelenetek úgy volt, részletesebben voltak leírva, mint a Nem mézes hetekben, viszont ilyen árnyaltabban, sokkal árnyaltabban, tehát nem ilyen grafikusan le volt írva, hogy mi történik, hanem inkább csak ilyen érzések. Ami megint csak a jobbik verziója a szex jelenet írásnak, amikor nem így le van írva mindenféle borzadályos szavakkal, hogy mi történik, mert attól ki vagyok. Úgyhogy jó volt. Volt a végén egy prológus is, amire nem epilógus, amire nem számítottam, még egy 40 perccel megtolta a hangos könyvet. Na ott már a szex jelenetek annyira nem mentek át a rostámon. De egyébként jó volt, úgyhogy ettől a szerzőpárostól még bátrabban fogok szerintem ezután is olvasni, mert hogy így igazából eddig, amit olvastam tőlük, az jó volt. Az autobiográfia már itt van egyébként a polcomon egy ideje, úgyhogy azt is kéne. Következő! Gyűrűk ura, két torony. Igen, ugye elkezdtem még januárban olvasni a Gyűrűk urát, és ez igazából áprilisban olvastam, és egy olyan 100 oldal csúszott át májusra, úgyhogy szerintem a Gyűrűk uráról így nem kell külön beszélnem, szeretem, úgyhogy igen. Csak most annyira nincs hangulatom Gyűrűk urát olvasni, úgyhogy nem tudom, mikor fogom befejezni. Mert egy kicsit szenvedés most éppen, hogy nincs hozzá hangulatom, mert ennek azért nehezebb a nyelvezete. De majd folytatom. Még idén be akarom fejezni. Jó. Aztán a közös májusi BookTube könyvklubos könyvünk volt Jonathan Strahan szerkesztésében egy novellás kötet, a Sárkányok könyve. Ezt még tavaly vettem meg a könyvhéten, mert meggyőzött, hogy sárkányok, pedig amúgy nem olvasok túl sok novellás kötetet, vagy novellát, bár egyébként egyre több novellás kötet van a polcomon, így elkezdtek szaporodni, pedig nem szándékosan szaporítom őket. Erről most volt könyvklubos kibeszélünk, azt majd ide szépen belinkelem, abban részletesebben beszélünk róla, meg több novellát is részletesen kibeszélünk. Én itt bejelölgettem a kis kedvenceimet, szerintem pont nem látszódnak a cetlieim, de a molyos értékelésemben külön ki is jelöltem őket, hogy ezek tetszettek a legjobban, kilistáztam, és akkor én is tudom visszanézni, mint hogy innen kikeresgetni, meg akkor ott lehet látni. Egyetlen kritikám a könyvvel kapcsolatban, ami miatt jó, nyilván voltak benne nagyon jó novellák, amik nagyon tetszettek, meg olyanok, amik kevésbé, de nagyon vagy többször éreztem azt, hogy ugye sárkányos novellákra számítottam, és egy csomóban így a sárkány alakja csak említve volt, vagy csak a nagyon a legvégén jelent meg, ami egy kicsit úgymond csalódást okozott, de különösebben nem volt vele problémám, úgyhogy egy tök jó könyv volt, főleg, hogy olvasási válságban voltam, és így ezek a kis 20 oldalas novellák tök jó lendületet adtak, hogy akkor nem az volt, hogy 500 oldalas regény, és akkor egyszer csak 20 könyv, hogy
mi? 20 oldalt tudtam elolvasni, és akkor nem éreztem úgy, hogy haladok, meg mindig kiestem a flowból, hanem ez így most tök jó volt erre. Aztán a hónap végén meg besúsztattam két saga képregény, Brian K. Vaughan-től és Fiona Staples az illusztrátora. Ezeket Esztitől kaptam kölcsönbe, és nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy engem a saga így a hónap végén, 31-én nagyon behúzott, úgyhogy utána még szerencsére ki volt már véve könyvtárból a 3-4-5 is, úgyhogy azokat is elolvastam, csak az majd a következő havi összegzésben, mert az már június 1-én lett elolvasva. Baromi jó! Nagyon elvezem ezt a science fiction-ös, Romeo és Julia-szerűséges storyline, mert hogy egy két ellenséges fajból származnak, és akkor ők ketten összejönnek, és akkor végül is emiatt őket üldözik, hogy mert hogy a két ellenséges fajból származnak, de ők meg szerelmesek, és akkor ez nem érdekli őket. Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szuper, nagyon-nagyon ráfügtem, úgyhogy 5 rész van kint magyarul, hát majd scripten folytatom angolul őket, mert baromi jók, nagyon-nagyon jók. Teljesen beszippantotta ez a világ most engem. Nem olyan képregények, amiket eddig olvastam, mert eddig ilyen nagyon felnőtteket nem olvastam, ez meg azért erőteljesen felnőtt. Több nemi szerv is volt benne lerajzolva, mint amire számítottam eredetileg, de nagy a sztoria, baromi jó. És az utolsónak mondom, A.F. Steadmantől a Skandar és az Unicorn és Tolvaj, ebből lesz, vagy már volt vlog a csatornán, attól függ, hogy vágom meg, amiben nagyon részletesen kifejtem a véleményem. Ezt az Alexandra kiadótól kaptam recenzióba, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Ezzel a könyvvel hadilában állok, mert amiatt, hogy elvileg ez egy nagyon hype-olt könyv, amiatt én is többet vártam volna el tőle, mint amit nyújtott. Ez egy teljesen, én úgy érzem, ez egy teljesen középszerű fantasy kalandregény, middle grade kategóriában, de vannak tőle sokkal jobbak a piacon. A világépítésében nagyon sok helyen hézagokat éreztem, hogy annyira nem voltak jól kitalálva a dolgok, meg nem klappoltak. Egyébként a története az, hogy ez a Skandar nevezetű fiú 13 évesen mindig van egy vizsga, aminek keretében megpróbálkozhatnak az emberek, a gyerekek, unikornist kikelteni, és akkor, mert hogy vannak ilyen, arról most nem beszélek, hogy ez most unikornis vagy sem. Vannak egy sziget, ahol ilyen mágikus unikornisok vannak, és annak érdekében, hogy ne vadon keljenek ki, kell, hogy kötődjenek valakihez, mert ha vadon kelnek ki, akkor ilyen romboló lények lesznek, ha meg kötődnek valakihez, akkor kordában lehet tartani az erejüket. És akkor Skandar is elmegy erre a szigetre, kikelt egy unikornis, különböző kalandokba keveredik, és természetesen van egy főgonosz, akinek a megjelenésével indul gyakorlatilag a kötet, ugyanis ő ellopja a leghatalmasabb unikornist, aki megnyeri az ezévi káoszkupát, és akkor ebből jön a bonyodalom úgy később, mert hogy ez ott van a háttérben. Érdekes a koncepció, de a kidolgozása nem teljesen elégített ki, de belinkelem a vlogot, abban tényleg részletesen elmondok mindent. De azért igazából olvasnám tovább, mert kíváncsi vagyok, hova futhat ki ez a sztori. És akkor én ezeket a könyveket fejeztem be májusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!